van velem Győri Tamás, evangelikus lelkész, családapa, életvédő, tréner és tanácsadó is. Igen, többféle funkcióm van, de Budapesti Kortárs Keresztény Intézetet igazgatom egyébként, talán az a legfőbb, vagy az, ami így összefoglalja ezt a sok mindent. Hát Isten hozta, és köszönjük, hogy bejött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget. Azt a címet láthatták a nézők ebben az egyperces várakozóban, hogy az élet a családban kezdődik. Én szerintem ez két módon is lehet értelmezni, két oldalról is meg lehet közelíteni. Az élet, mint fogantatás, családban kezdődik, de valahogy úgy a mi életünk nagy hosszú távra, a család annyira fontos és annyira befolyásolja. Minták helye mindenképpen. Mindenképpen, igen. Úgy tudom, hogy nagy családban született, ugye? Így van, hát a mi családunk is, mi négyen voltunk testvérek, de az édesapám még heten voltak, úgyhogy rengeteg unokatestvér, úgyhogy csak apai oldalról volt 27 unokatestvérem, úgyhogy ismerem a nagy családnak a minden oldalát, és elég összetartó család is volt, úgyhogy sokat találkoztunk. Az én életemben nagyon meghatározó volt a család. De azt gondolom, a család, ugye itt az élet a családban kezdődik, talán lehet, hogy valakinek ez furcsa, mert hát mi van akkor, amikor valaki, ugye a fogantatás az mondjuk nem egy családba történik. És azt gondolom, mégis helyes ez a mondat, mert ez arra utal, hogy a család az egyfajta rend. Tehát az nem olyan egészen, hogy szeretnénk-e, vagy választjuk-e. És ez egy nagyon fontos dolog, hát egy keresztény tévében talán el lehet mondani azt, hogy a Teremtő Isten rendje a család. Tehát nem mi találtuk ki, hogy van. Ez, amikor most nagyon sokféle támadás éri a Teremtő Isten rendje által fölállított családot, egy férfi, egy nő házasságban létrejövő közösségét, szövetségét, el kell mondanunk azt is, hogy hát a probléma az, hogy ez nem annak a kérdése, hogy most meggyőződünk a felől, hogy ezt meg lehet-e változni, mert nem mi találtuk ki a rendet. És azt gondolom, hogy az Isten ellen való lázadásnak nagyon jó tetten érhető az embernek az Isten ellen való lázadása abban, amikor nem vállalja ezt a család, a Teremtő Isten rendje szerinti család modellt. És azt ami ahhoz kell, és az élet ott kezdődik, ez egy nagyon fontos dolog a családban, úgyis, hogy mintákat kapunk, hogy nagyon sok minden beépül, és hogyha ez a család nem működik jól, nem csak diszfunkcionális család, nem csak akkor, amikor mondjuk van egy egyszülős családmodell, és külön válnak, vagy régebben csonka családoknak mondták ma már. Igen. Helyesen, hogy ne legyen ez nagyon megbélyegző, ezért nem annyira illdomos talán használni ezt a kifejezést, de ezekben a gondolatokban nagyon-nagyon lényeges elem az, hogy ahhoz Isten azért találta ki a családot, mert egy egészséges családból tud egészséges ember születni. És egészséges társadalom. Így van. És ez egy nagyon fontos kérdés, és az lehet, hogy az ember aztán mindenfélét kitalál, és az Isten ellen való lázadásába kitalál alternatívákat is a családra, és az Isten rendje szerint való családra. De hát ennek aztán mindig megvan a következménye, a valóság az mindig másképp működik. És lehet, hogy szépen nevezzük az egyéb, és azt mondjuk a házasság helyett, hogy élettársi közösség például, és akkor már arról is vitatkozunk, hogy ehhez két különböző nem kell-e, vagy hogyan működik, ugye a mai világban ez az, ami egy nagyon ott van. De erre azt mondhatjuk, hogy kockázatok és mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. És ez nem csak vicc, hanem tényleg nagyon sok negatív következménye van. És azt gondolom, hogy ezért is nagyon fontos dolog, hogy a családot óvjuk, és a családot tanuljunk meg családban élni. Sajnos, ahogy nagyon gyorsan változik a társadalom és az értékrend, kivész sok minden olyan, ami eddig megtanult volt és ismert volt, ahogy távolodunk el a rendektől, hát nem csak a családban, a természettől is nagyon távolodunk el Isten természetes rendjétől. Ugye sokaknak újdonság az, hogy nem a pultban születnek a kis csirkék a bevásárlóközpontban, hanem azt valahol mégiscsak egy tojásból lesz a kis csirke, és a paradicsom az mondjuk nem a fóliába nő, amiben megkapom a kis lefóliázott dobozba, hanem az is mondjuk a földből sarjad ki. Tehát ahogy távolodunk el a természettől, a modern kultúránkba, úgy egyre nehezebb ezt megélni jól
azt, hogy mit is jelent ez a rend. És az ugyanakkor nagyon fontos, hogy ehhez visszataláljunk, mert a boldogságunk kulcsa itt születik. Én bele-bele hallgattam az egyik előadásába az interneten. Az volt a címe, hogy az elveszett család. Miért mondta? Tudom, hogy ezzel feladom a leckét, de röviden összefoglalva, miért mondhatjuk azt, hogy ez elveszett a család? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a család krízise az egy modern dolog. És ez az előadásom arról szólt, arra akartam ebben rámutatni, hogyha visszamegyünk a történelembe, akkor valójában a bűnesetben veszett el a család. Mert a család az egy közösség. Ugye közösségre lettünk teremtve, és a legfontosabb emberi közösségünk a házasság és az abból születő család. És ez pont az, hogy ez nem működik úgy, ahogy kellene. És hogy ezen nagyon nehéz dolgozni, én magam is családban élek, és tudom azt, hogy ez nem megy magától. Tehát még a templomi esküvő sem lesz biztosíték arra, hogy boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Biztos, hogy segítség, de ez mindig kemény munka. Egész egyszerűen azért, mert ez is mutatja azt, hogy Isten rendjétől elszakadt ez a világ. És csak úgy tudunk visszatalálni, hogy előbb az Istennel való közösségünk javul meg. És akkor találjuk meg igazán a családot, és akkor tudnak újjáépülni a családok, és akkor tud helyére kerülni. Ez ami nagyon-nagyon fontos dolog. Azt gondolom, hogy a küldetése is a keresztényeknek, hogy só és világosság legyenek. Nagyon fontos, hogy minél több olyan család legyen, ami közel áll ahhoz, ami az Isten terve, és az Isten álma lényegében erről. Nyilván ez itt nem tud megvalósulni, mert ez egy Istentől elszakadt mindenféle nyomorúság és bűnök alatt nyögő világ, de azért ez a feladat, és ez az, ami az elhivatása a keresztény embereknek, és ugyanakkor pedig erre szól a meghívása minden embernek, mert ez nem csak a keresztényeknek a maga belügye, hanem bárki jöhet, és bárkit Isten akar látni az ő családjának tagjaként, és akarja, hogy egészséges családok legyenek, ahol egészséges emberek nőhetnek fel olyan mintákkal, akik aztán egészséges családban tudnak maguk is élni. Feleségével, Győri Virággal, aki egyébként nem mellesleg a Family, azaz Család magazinnak a főszerkesztője, 3 gyermeket nevelnek, igen, ha jól tudom, és gyakran tartanak előadásokat párkapcsolati, vagy akár a házasság témában. Volt már, hogy esetleg támadás érte volna neked amiatt, mert akár kiálltak az élet mellett, vagy akár egy olyan oldalról, aki abortuszpárti, vagy bármilyen, tehát egy ilyen támadás? Ami ahhoz, a mi szolgálatunkhoz kapcsolódik, abból nem annyira találkoztunk ilyennel, tehát amikor így szólal meg az ember, de ezt talán amiatt is van, nagyon sokszor keresztény közösségek hívnak, tehát ott már van egy értékrendbeli azonosság. Viszont én azt gondolom, hogy bárki, aki bizonyságot tesz, és ilyenre már volt példa, tehát amikor kilépek erről és elkezdek beszélni, akár arról, amiről most beszéltem, hogy a Teremtő Isten rendje a házasság, és ezt férfi és nő között értendő, és nem lehet megváltoztatni, csak hogyha, azt szoktam mondani, hogyha a főnökömmel kell ezt megbeszélni, és hogyha ő megváltoztatja a szabályokat, a rendet, akkor mi is fölülírhatjuk ezt a rendet. Na ez például nem egy nagyon PC, és talán ezen a területen volt a legtöbb. Az életvédelem területén is azt gondolom, hogy bárki, aki kiáll, az biztos, hogy a támadások keresztüzébe kerül. Mi nekünk mondjuk nem ez a fő, az életvédelem területe, a fő szolgálati területünk, inkább a párkapcsolatok, és ez az, amivel mi foglalkozunk. De azt látja az ember, hogy az mindig emlékeztet arra, hogyha azt mondom, hogy hát a fogantatással kezdődik az élet. És olyan, bocsánat, volt már, hogy egy pár esetleg odafordult önökhöz, hogy hát ha én megtartom a gyermekemet, akkor párom azt mondja, hogy akkor itt vége. Volt már ilyen helyzet? Olyan helyzet volt már, ami az életvédelemmel kapcsolatos, olyan helyzet, olyan tapasztalatom nagyon sok volt, amikor post-abortuszban szenvedőket kellett segítenem lelki gondozásban. Nekik ilyenkor hogyan tud segíteni? Ez egy nagyon nehéz kérdés egyébként. Nyilván hirdetni kell azt, hogy Isten a bűnök megbocsátója, és Isten újjá akar bennünket teremteni. Tehát Istennek alapvetően nem az a célja, arra kaptuk az ember életünket, hogy megtaláljuk a velelő való közösséget. Ha Isten el akart volna bennünket ítélni, akkor ezt nagyon könnyen megtehetné, sokkal hamarabb is,
De ameddig az ember él, addig megvan a remény arra, hogy helyreáll az Isten való kapcsolat. És azt gondolom, hogy egy abortusz utáni krízisben lévőnek, ami lehet, hogy évekkel később jelentkezik, és talán itt tartom a legnagyobb problémának azt, hogy erről nagyon keveset beszélünk. És az egyik probléma az életvédelem területén az pont ez, hogy nem beszélünk azt, hogy ez évtizedekkel később is valakinek tönkreteszi az életét, és nem tud túllépni rajta. Mert nem vagyok ura a saját érzelmeimnek. Tehát én lehet, hogy úgy gondolom, hogy így meg így fogok majd reagálni, vagy így fogom elfogadni. De pont ezért szükséges Isten rendje, mert Isten nagyon jól tudja, hogy mi hogyan működünk. És tudja, hogy ez nem olyan egyszerű ezen túllendülni. És nem az a megoldás, hogy a bűnbocsánatban nem az a megoldás, hogy a bűnről azt hazudom, hogy az nem bűn, vagy a rosszról azt mondom, hogy az nem rossz, hanem elkezdem jónak hazudni. Ez könnyű megoldás, és talán a mai világ nagyon sokszor ezzel próbálkozik, mert akkor így nem kell foglalkozni azzal, hogy van valaki, akihez igazodnom kell, aki fölöttem áll, és van egyfajta kötelezettségem abban, hogy hogyan igazodjak. Ez így sokkal kényelmesebb. Viszont nem jó megoldás, és nem is működik jól. Tehát azt látjuk. Ezért nagyon fontos dolog, hogy ezek alapján is csökkentsük azt a veszélyt. Ugyanakkor azt érzem még az életvédelemnél egy nagyon nagy problémának, hogy nagyon sokszor egyedül vannak hagyva ezzel a nők. Tehát úgy tűnik, mintha ez a nőnek a problémája lenne. A férfiak nagyon könnyedén kilépnek sokszor, azt gondolom ez a férfiak bűne is, akár egy kapcsolatból is. És ez már a felelősségnek a vállalás, hogy hogyan vállalom. Mert Isten rendje az is úgy teremtett bennünket, hogy felelősek vagyunk. Ugye ebben a szóban is benne van, hogy valakinek válaszolnom kell. Tehát nem mondhatom azt, hogy nem mondok semmit, hanem számon fognak kérni a felől, hogy vajon betöltöttem-e azt a küldetést, amit Isten adott. Viszont a felelősség az minden, mind a kettőé, férfié is és nőé is, és ebben férfi és nő teljesen egyek a maga súlyával, és nagyon sokszor azt érzem az abortusznál, a férfiak felelősségét sokszor azt látom, hogy nincsen ott, tehát vannak ilyen szituációk is. Persze van olyan is, és erről is beszéljünk, amikor egy férfi akar egy gyermeket, és a nő titokba elveteti. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon komplex kérdés, és nagyon, nagyon nehéz dolog. És persze lehet aztán vitatkozni azon, hogy mikor kezdődik az élet. Ahogyan nem tudom azt, hogy mikor halok meg, ugye ez lehet vitatkozni, mikor állt be a halál, ugyanúgy nem tudom azt megmondani, hogy mikor kezdődött az élet. De az egész biztos, hogy a fogantatás pillanatában a férfi és nő sejtjéből egy új sejtszerveződés jön létre, ami egyszerű, megismételhetetlen, és ott valami teljesen, ami mind a kettőnek a jegyeit hordozza, de egyik sem teljes egészében. Tehát ezt azt gondolom, hogy maga Isten elrejtette a fogantatásba is ennek a titkát, hogy nem egészen dönthetek arról. És aztán későbbiekben is az, hogy a gyermekemmel hogy legyen, mi legyen. Ez egy nagyon nagy felelősség. Akár most gondolok arra, hogy egy banális példát mondjak, de hosszan lehetne erről beszélni, hogy például mit mutatok be a közösségi médiában, vagy a social médiában a gyermekemről. Milyen képet rakok föl a kis csecsemőről? Ez egy nagyon nagy kérdés, sokszor úgy tekintjük, hogy hát az én gyerekem, nem, azt teszek vele. De ugyanakkor ez nem egészen így van, mert egy rám bízott érték az, amelyiknek az a célja, hogy ő különállóan is tudja majd betölteni az Isten küldetését. Tehát az Isten tervében ez mindenképpen így van. És azért nagyon fontos dolog ezeket komolyan venni, és magát az életet is, és nem csak a fogantatástól védem az életet, hanem később is, és amikor van egy kapcsolatom, az is védendő, akár egy gyermekemmel, azt is gondozni kell, és akár a házastársammal legyen az férfi. És igazából a házasságba tud és a családba tud kibontakozni az az Istennek a terve, és hogyha ezt valaki hűségesen akarja, akkor be lehet tölteni, de biztos, hogy nagyon sok minden nem illeszkedik abba a ideológiába és abba a keretbe, amit most kitalálunk magunknak, és talán ez itt a probléma. Tehát nem a renddel van probléma, hanem azzal van a probléma, hogy nem akarjuk fölvállalni a rendet. Ugye addig kényelmesítjük az életünket, és olyan dolgokat szeretnénk, amik egyébként nem tartoznak hozzá. Tehát akár ez a jólétnek a nyugati társadalmakban a hajszolása nem biztos, hogy az, hogy elkerülök önmagába sok-sok szenvedést,
az engem segítés nemesebbé tesz, mert nem erre kaptam a földi életemet, hogy... Hanem a kereszthordozásra. Így van. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. És ez amikor fölvállalok egy életet, tehát tudom, hogy nagyon-nagyon sok nehéz helyzet van, de hát itt még érdekes az, amit megfigyelhetünk, hogy hogyan változik a modern társadalomban az erről az életről alkotott elképzelés. Hát lassan már egy kutyámra hangosabban rászólok, most kicsit sarkítva beszélek, akkor azért állatkínzásért följelentenek, míg fölmerülnek olyan gondolatok, hogy mondjuk a szülés után legyen még néhány perc az édesanyának eldönteni, hogy akarja-e ezt a gyermeket vállalni és fölnevelni, ha meg nem, akkor pedig átsegítik a túlvilágra. Azt gondolom, ez borzasztó kegyetlen. Ez még nem is korunk Taigetosza, mert a Taigetosz az ókori Görögországban ott legalább kirakták, és volt lehetőség arra, hogy valaki mégis vállalja azt a gyermeket és fölvegye. Hanem az abortusz az egy nagyon brutális gyilkosság, és ez sem illendő kimondani, vagy ez sem jó erről beszélni. Hát pedig fontos, hogy kimondjuk az igazságot. Így van, ez egy fontos. Győri Tamás, megköszönöm, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm a lehetőséget.